Erős versenynek ígérkezik az idei székelyföldi kerékpáros körverseny, amelyre 5 kontinentális besorolású csapat is jelezte részvételét. Idén is rajthoz áll a székelykör hagyományos résztvevője, az ukrán Kolsz Cycling Team, amely idéntől a lengyel BDC csapatával társulva még erősebbé vált. Először érkezik Székelyföldre az osztrák Green Life, a fehér orosz Minsk Cycling Club és a szintén osztrák Hronkov Advarik Cycling Team. Románia válogatottja is erős keretet nevezett, akár csak a moldáv válogatott. A legutóbbi 4 kiírás 3 győztese is jelen lesz, így teljesen nyitott a verseny. A székelykör csapat bemutatójára ma este 8 órakor kerül sor a csíkszeredai Mikóvárban. Visszatért a marosvásárhelyi City a teremlabdarúgó csapatához Bogdán Kovács, aki egy éve távozott Marosvásárhelyről. Kacsó Endre együttesében a legújabb igazolásnak a marosvásárhelyi Vlád Cipau tekinthető, aki a hét elején megegyezett a City asszal. A 27 éves játékos legutóbb Olaszországban focizott. Új edzővel készül a következő idényre Miklós Edit, a legjobb magyar alpesi síző. A csíkszeredai születésű lány egy osztrák szakembert választott. 2 hétig Csíkszeredában készül a 2015-2016-os világkupa szezonra Miklós Edit. A Szent Morici világkupa bronzérmese úgy döntött, jól jöhet egy váltás és új edzőt keresett, akivel remélhetőleg még sikeresebb lesz, mint eddig volt. Ő egy osztrák edző, Walter Hubmann, többek között volt Ivica Kostelicsnél edző, a horvát sízőnél, volt a svájci fiú csapatnál, a világkupa csapatnál, egy mondhatnám idősebb, tapasztaltabb edző, és talán a váltás azért volt, hogy többet lát. Hozzátette, a régi edzője nem szeretett volna annyit utazni, és inkább családjával akar többet lenni, így ez is az edzőváltáshoz vezetett. Miklós Edit a legutóbbi olimpián magyar színekben a 7. helyen végzett lesiklásban.